Etchanan heti szakaszát olvassuk a héten, ami több szempontból is magyarázatra szorul, hogy miért. Ahogyan ezt nyilván sokan tudják, ezen a héten volt a zsidóság legnagyobb nemzeti gyásznapja, Tisza B'Av, Áv hónap 9-e, az a nap, amelyik a zsidó történelemnek a legszomorúbb napja. Böjtöltünk is eleget 9 Böjtöltünk, előtte a különböző szokásokat is igyekeztünk megtartani, és ennek a böjtnapnak van egy olyan sajátossága, hogy ilyenkor még tanulni sem igazán szabad, csak olyan a hagyományunknak a szomorú részét képező szövegeket tanulmányoz, amelyik valamilyen módon a pusztulásról szól. Tulajdonképpen ezért kárpótol minket Vaetchanan heti szakasza, ami tartalmazza az egyik, ha nem a legismertebb szövegünket, ima szövegünket, a smának a szövegét, egyrészt, másrészt pedig a 10 parancsolatot is. Álljunk meg egy pillanatra, hisz nézőink nem mindannyian tudják, hogy a smá az egyik legfontosabb imánk. Erről ha mondana pár szót. A Smá Iszrael az az imánk, amit naponta kétszer elmondunk, a reggel, illetve az esti imában, illetve rövidebb részei azok az ima más pontjain is előfordulnak, és ezt minden nap, akár ünnep, akár hétköznapról van szó, kétszer ezen a módon, tehát a három szakaszát ennek az imának el kell mondanunk. Olyan szövegről van szó, amelyik tisztán túrai, azaz mind a három szakasza a túrában megtalálható, és ezek közül a legismertebb talán, ha lehet ilyet mondani egy ima szöveggel kapcsolatban, az első szakasz, aminek az első mondata Izraelnek a hitvallomása, Smá Iszrael, Hashem Elohenu, Hashem Echad, halljad Izrael az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egyetlen egy. Akkor térjünk vissza a heti szakaszra. Vaetchanan, ahogy említettem, ez a heti szakasznak a neve, ez annyit jelent, hogy és fohászkodott. Kiről van szó? Mózesről, aki még nagyjából egy hónappal a halála előtt tesz egy tétova kísérletet, egy utolsót, hogy engedjen meg az örökkévaló, hogy beléphessen Kánaán földjére. Egészen pontosan két dolgot kér, az egyik, hogy engedje látni azt a földet Isten, a másik pedig, hogy engedje, hogy belépjen. Válaszból, Isten válaszából kiderül, hogy a kérésnek az egyik fele meghallgatásra talál, mégpedig az, hogy az örökkévaló engedélyezi Mózes számára, hogy benézhessen legalább abba az országba, ahova elvezette a zsidó népet, és ebből egy örökbecsi tanulságot vontak le a bölcseink, miszerint az ima az arra elegendő, hogy a vágyainknak a felét elérjük. A másik felének a teljesítéséhez nyilván gyakorlatra és egy csomó minden másra van szükségünk, de az imádkozás alapvetően segíthet. Amikor a bölcsek ezt a Vaetchanan kifejezést elemezték, azt mondták, hogy Mózes itt imádkozott. Vaetchanan és Tfilá, Tfilá azt jelenti, hogy ima, ugyanannyi a két szónak a számértéke, mind a kettőnek 515, és ebből is ezt a következtetést erősíthették meg bölcseink, hogy Mózes imát mondott. Ennek az imának a kapcsán mondták azt, hogy Mózesnek volt olyan kifejezetten hosszú imája, ami meghallgatásra került, amikor 40 nap és 40 éjjel leborult az örökkévaló előtt, és azért fohászkodott, hogy a zsidó népnek engesztelést szerezzen. És volt olyan imája, amelyik kifejezetten rövid volt, amikor a testvérért Miriamért imádkozott, és ez az ima ez úgy hangzott, Istenem kérlek gyógyítsd meg őt, és ez a rövid ima is ugyancsak meghallgatásra került. És ezzel kapcsolatban sokszor fölmerül az a kérdés, hogy vajon a hosszan vagy a röviden mondott imádkozása az, ami nagyobb eséllyel pályázhat arra, hogy a jó teremtő megválaszolja az imában foglaltakat. A Brachot traktátusa a Talmudnak azt írja, hogy aki hosszabbít az imáján, annak meghosszabbodnak a napjai is. És ez azt sugalná, hogy akkor érdemes hosszan imádkozni. Tehát akkor azt ajánlja a nézőinknek, hogy ha hosszabban szeretnének élni, egészségbe, boldogságba, az örökkévaló tiszteletébe, akkor többet imádkozzanak? Én inkább azt javasolnám, hogy elmélyülten tegyék. Tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy napi több órát kell imádkozással tölteni, de azt feltétlenül, hogy amikor valaki imádkozik, akkor ezt tegye úgy, hogy elmélyülten és valóban próbáljon meg kavanával, amit áhítatnak szoktunk fordítani, de talán nem is ez a legpontosabb fordítása a dolognak, hanem egyfajta tudatosságot jelent. Úgy imádkozni, hogy akkor próbáljon meg minden környezeti ártalmat kizárni az ember az imájából, és valóban a Kadosh Baruch Hu-hoz, Izrael istenéhez fohászkodni azért, hogy a vágyai, a kérései meghallgatásra kerüljenek. Bízunk benne, hogy kéréseink meghallgatásra fognak kerülni. Bízunk benne, hogy a Magyarországon élő zsidó közösség minden tagja
az elesettekért és a gyógyulásra szorulókért is imádkozni fog. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Mielőtt véget vetünk eme villáminterjúnak, mondja el, hány órakor kezdődik az Isten tisztelet az Orzse sinagógájában, ahol ön a főrabbi. Ha nem is főrabbi, egyszerűen csak egy mezei rabbi, az Orzse zsinagógájában a péntek esték mindig 18 órakor, a szombat reggeli imádkozások mindig 9 órakor kezdődnek. Skajach! לפני כמה ימים אני יוצא בבוקר מהבית שלי לכיוון בית חב"ד להתפלל תפילת שחרית. אני הולך ברחוב, פתאום קופץ מאיזה פאב בן אדם, באמת שנבהלתי. ואז הוא ניגש אליי עם ריח של אלכוהול מהפה שלו ואומר לי, רבי, אני רוצה להראות לך משהו בטלפון. ואז הוא מנסה להראות לי ולא מצליח. ואז תוך כדי הליכה הוא אומר לי, אתה יודע, אני יהודי. אני מגרמניה, המבטא הגרמני שלו והחזות שלו לא היה נראה שלי. אז הוא אומר לי, קוראים לי חיימקה. לאמא שלי קוראים אסתר. אנחנו גרים היום בגרמניה, והשורשים שלנו מהונגריה, אז באתי לבקר פה עכשיו לכמה שבועות. אז אני אומר לו, חיימקה, איזה יופי אחי. בוא איתנו עכשיו לבית הכנסת, מתפלל תפילת שחרית. הוא אומר לי, לא תודה, אני לא בקטע. הוא מנסה להראות לי את התמונה ולא מצליח. אבל מתעקש. ואז ממש הגענו לכניסה של הבית חב"ד, אני אומר לו, חיימקה, בוא תעלה. הוא אומר, אתה יודע מה, ממש לדקה אני אעלה. הוא נכנס, אני אומר לו, רוצה להניח תפילין? לא, סידור? לא. הוא אומר לי, אתה יודע, אני קנטו. אמרתי לו, איזה יופי, אז אולי תבוא פעם אחת, תן לנו פה איזה קטע חזנות. הוא אומר לי, נראה. ואז הגענו בתפילה לקטע של שמע ישראל, ופתאום, חיימקה פתח את הגאון ונתן שמע ישראל עם קול מיוחד ביותר, וראית שזה יצא לו מהלב ומהנשמה. כולנו קיבלנו צמרמורת. זה היה כל כך מרגש לראות בן אדם שבחזות החיצונית שלו והמבטא שלו והסגנון שלו לא נראה שיש בו את האמונה החזקה הזו. ואיזה התרגשות הייתה לו כשהוא צעק בקול חזני יפה, שמע ישראל. חברים יקרים, בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, אנחנו קוראים על התפילה המיוחדת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. כתוב בספר התניא שבלב כל יהודי, לא משנה איזה, יש אהבה מסופרת להשם, והיא ירושלים מאבותינו. רק שהאהבה הזו היא הרבה פעמים מסותרת, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי לעורר אותה, כדי לגלות אותה. זה אנחנו עושים על ידי התבוננות באחדות השם, שהכל בא רק ממנו. יהי רצון של מוות השם, אלוקים ייתן לנו נחמה. אנחנו עכשיו אחרי תשעה באב נקרא ט"ו באב, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, וכיום הכיפורים ימים של כפרה ומחילה ושל אהבה. שבת שלום. Szabó György, a mások elnöke, egy büszke magyar-izraeli zsidó. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisá be'áv van, Ávhó 9-e. A zsidó állam területén, az újkori zsidó állam területén, a Siratófalnál, a Szentély külső falánál, vagy támfalánál emberek ülnek a földön és imádkoznak. Nincs rajtuk bőrtalpú cipő, és 25 órán keresztül böjtölnek. Meddig fog ez tartani? Föl fog egyszer épülni a harmadik szentély, vagy csak imádkozunk érte, és addig erre emlékezni fogunk, hogy mi is történt időszámításunk előtt, mi történt Babilonban, mi történt itt sorban, hogy vesztettük el az első, második szentélyt?
Hát elsősorban nem csak a Siratófalnál és a Szentföldön, hanem a minden, világ minden részén, valamennyi országban, ahol zsidók vannak, ugye a gyászolásokat... Beleértve Magyarországot. Beleértve természetesen Magyarországot. Ugye a zsidók a zsinagógákban a gyászokásokat betartva, földön ülve olvassák ugye a Áfó 9-ei síralmakat, ugye a Jeremiáhútól, ami gyakorlatilag leírja egy borzasztó, tragikus műben az, hogy mi történik Jeruzsálemben, ugye a szentély elpusztul, és akkor micsoda éhínség, micsoda büntetés sújtja ugye Izrael népét, azokért a bűnökért, amit elkövettek, ahogy írva van, a bűnök nagyobbak voltak, mint Szodoma elpusztításakor alapvetően. Nyilván a kérdésed második felére reagálva, hogyha nem hinnénk abba, hogy a harmadik szentély fölépül, és ugye Tisza B'Av, Áfó 9-e gyászünnepből örömünnepé fog válni, akkor nem lennénk vallásos zsidók. Igen, de hát az Isten ott van, ahol mi vagyunk. Istennek házat is kell építeni, tehát az rendben van, hogy ő a mi a királyunk, és a népért van, tehát akkor legyen neki háza, de hát ott van, fönt van. De a Jeruzsálemi Szentének egész más jelentősége van. Tehát ugye, erre szeretnék így rákérdezni, így Achlemből. A Jeruzsálemi Szentély léte az tulajdonképpen az örökké való földre szállt mi voltjának a bizonyítéka, hiszen a Szentek Szentjében, ahova ugye a főkohanen kívül ugye senki nem léphetett be gyakorlatilag, az a hely, ahol az örökké valónak a szelleme, az örökké valónak a lelke lakozik, és ugye magának a szentének a megépülése, vagy léte egy egészen más dimenzióban lévő világot vetít előre. Értem, de ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz először is nem más népekkel, hanem saját magunkkal, a vallásosok, a hitetlenekkel kell, hisz mindannyian egyek vagyunk, mindenkinek az az őse, összebékülnünk és hinni ebbe. Hát mint ahogy ismét javítanom kell téged, sajnos ezeknél a mondatoknál ugye a Lubavitchi Rebbe azt mondta, hogy hitetlen zsidó nincs. Tehát az a fogalom, hogy hitetlen zsidó nem létezik. Datim velodatim, vallásosak és nem vallásosak. Olyan sem létezik, nem létezik. Csak zsidó. Nem létezik nem vallásos zsidó, minden zsidó ember vallásos. Az, hogy te szakál és kipa nélkül ülsz előttem éppen a stúdióban, ettől még te ugyanolyan vallásos zsidó vagy, mint bármelyik más ortodox zsidó, hiszen... Technikai malőr. Hiszen mindenki, persze csak nem hagyhattam ki. Egy sebész főorvosan mégsem beszéltek a Covid vírusokról kipában. Miért ne beszéltne egy sebész főorvosan? De tulajdonképpen miért ne? Meg miért hát nincs állandóan a fejemen? A kipa az egy természetes ruhadarab, nincs amiért levenni, sőt, ugye amikor ugye a Maimonides a Rambam is azt mondja, és általában a tanítások azt mondják, hogy ugye az öltözetedben is különböznöd kell a többiekkel, hiszen látni kell mindenkinek, hogy te zsidó vagy. Tehát az, hogy sebészfőorvos mindenki valaki, tudja, igen. Sebészfőorvos valaki, vagy vasesztergályos, vagy miniszterelnök, vagy bárki más, attól a kipának szóval akkor tulajdonképpen figyelni. Sikerült kiprovokálnom belőled, hogy az örökkévalót előtt egyek vagyunk, akkor mégis mi a különbség, illetve a nézeteltérés? Miért hisszük azt, hogy a hilonimok, aztán ezt fordítsd, ahogy gondolod, mindig a vesztesek, mert azt mondják a szombattartóknak, hogy természetesen adjuk meg nekik, mert ők mugbalim, mert nekik ezt is be kell tartani, meg ezt is be kell tartani, amikor ugyanazzal az erővel mi is betarthatnánk mindent. Hát én nem tudom, hogy milyen különbségről beszélsz, hiszen számomra minden zsidó egyenlő, sőt ugye számos... Ez volt a Dábele megerősítés. Számos haszid számára ugye minden zsidó egyenlő.
és egy picit keveredés van ugye az Izraelben való konfliktusok és a messiás eljövetelének a követelményei vagy a paraméterrendszere között. Valójában ugye az Izraelben való, főleg az elmúlt egy hónapban folyó folyamatok nem egyszerűek, és valójában a konfliktusok ijesztő méretükvé fajultak, bár ugye ezek a szélsőbaloldali tüntetések néhány száz, néhány ezer embernek a részvételével ugye nem szabad komolyan venni, annak ellenére, hogy akkor, amikor ezeken a tüntetéseken Izrael miniszterelnökének a meggyilkolására hívnak föl, nyíltan és büntetlenül teszik ezt, ugye azért ez valójában... Ez annál is veszélyesebb, mert erre már volt példa. Így van. De visszakanyarodva ugye a Tisza B'Avhoz, nyilván ez egy olyan ünnep, amit a Tisza B'Av maga és az azt követő három hét, ugye a három hetes gyászidőszak, ugye azt jelképező, hogy micsoda borzasztó csapás érte a zsidóságot a történelem folyamán legalább kétszer, ugye az első szentély és a második szentély elpusztulásakor, ugye az elsőt, amikor a babiloniak elpusztítják, és ezt követi aztán ugye a babiloniai számüzetés, majd a rómaiak által másodszor, és ezt követően tulajdonképpen valamennyi csapás, ami a zsidóságot éri az évszázadok vagy évezredek folyamán, mindegyike ugye Tisza B'Avkor, vagy ugye az azt megelőző három hétben éri a zsidóságot. Igen, de hát 1948-ban létrejön az újkori zsidó állam. 1967-ben egyesítik Jeruzsálemet. Akkor meddig tart nekiállni, és a Hárabáiton elkezdeni fölépíteni a harmadik szentét? Hisz tudjuk az abszolút paramétereket. Hát, kedves Péter, egy egészen biztos, hogy ugye a teljest és a húsost nem illik kezelni a zsidósággal. Hát nem. Keverni. Ezért ugye Izrael állam létrejövetele és ugye a messiás eljövetele nem áll feltétlenül párhuzamban egymásra. Vannak, akik úgy érzik, hogy igen. Vannak, akik úgy. Bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben nem, hiszen a zsidó állam létrejötte, amit mindannyian szeretünk, és mindannyian tisztelünk, és mindannyian drukkolunk érte. Mert a miénk. Nem azt jelenti, hogy Izrael állam, jelenlegi Izrael állam létrejövetelével ugye a paraméterek is megteremtődtek arra, hogy ugye a messiás elérkezzen. Hát jó, de hát Jeruzsálemet egyesül, ez egy láncreakció a pozitívumokhoz, az előrehaladáshoz. Vannak ideológiai eltérések közöttünk, tehát annak ellenére, hogy nálamnál nagyobb cionistát, kevesebbet lehet találni alapvetően, de hogyha párhuzamba állítod ugye a paraméter rendszert, akkor nem feltétlenül ugye az állam nem áll feltétlenül párhuzamban Izrael állam létrejövetele a messiás eljövetelével és a harmadik szentének a megépülésével. Megint nem értettünk egyet, pedig ugyanabban a hajóba úszunk. Kedves nézőim, Tisza B'Avkor minden zsidó a földön kipával és kipá nélkül gyászolja azt, ami nincs neki. Nincs az örökkévalónak szentélye, nincs főkóhén, és sorolhatnám tovább, mindannyian azért imádkozunk, hogy ez egyszer megvalósuljon. Az elmúlt bő negyed órában Szabó György, a Mazsök elnöke, egy büszke magyar és izraeli zsidó, sőt azt is mondhatjuk hozzá, hogy még cionista is és vallásos is, volt stúdiónk vendége. Ne felejtsd el, hogy neked nem szabad böjtölnöd. Igen. Minden idősebb nézőnket, vagy aki bármiféle betegségbe szenved, arra kérünk, hogy a rabbinátus döntései alapján tartózkodjanak a comtól, és legalább megfelelő mennyiségű folyadékot vegyenek magukhoz, és vegyék be a gyógyszereket, és amit ahhoz kell.
Strombach utcai zsinagóga, kulturális központ, és még sorolhatnám, mi minden lesz ott. Igazgatója, kezicsókolom, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Biztos, hogy attól is függ, hogy mikor tárják kapuikat nagyra, hogy fokozódik-e a járványhelyzet, vagy nem, de hol tartanak? Most vagyunk a legizgalmasabb részben, tulajdonképpen a legfárasztóbb részhez érkezett el a kivitelezés, ugyanis egyrészt már készülünk a teljes funkció megnyitására a házban. Most jelen pillanatban a rendezvénytechnológia és a belső építészet dolgozik a zsinagóga falain belül, ami jelen pillanatban nekem csak azért nagyon szörnyű, mert látványra olyan, mintha visszatértünk volna a régi építkezési időkbe. A zsinagóga térben már nincsen tényleges változás, most a csatolmány rész az, ami nagyon sokat fog változni, de minden egyes nappal közelebb jutunk ahhoz, hogy lehessen látni, hogy milyen lesz az a végső állapot, ami majd a látogatókat fogadni fogja. Úgyhogy most egy nagyon-nagyon terhelt és egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas rész van. A kulturális, illetve a zsinagógai életnek a technikája, technikai felszereltsége mennyire fog megfelelni a 22. századnak? Hát nagyon komoly lépést tett a zsinagóga az eredeti állapotához képest előre, ugyanis ugye, amit mindenki csodaként emleget, ugye a középen eltűnő bima, az már önmagában egy nagyon egyedi technológia, ami a zsinagógába bekerült, amihez azért volt szükség, hogy a zsinagóga tér egyszerre lehessen rendezvénytér és zsinagóga. Tehát, hogy multifunkcionális is. Egy abszolút multifunkcionális tér jött létre. Maga az a rendezvénytechnológia, ami beépítésre kerül, az olyan minőségű előadásoknak a megtartását teszi lehetővé, hogy abban a térben, ahol azért tudjuk, hogy egy kántor és egy rabbi hangján kívül nem zengett idáig semmi, most egy majdnem színház akusztikának megfelelő hangzás tud létrejönni. Tehát egy nagyon komoly technológiai felszereltséget kapott ehhez a zsinagógatér. Másrésztről pedig a csatolmány részben, amit ugye az utcafronti épületrészként nevezünk, ez pedig a második emeleten rejt magában ugye egy olyan kóser kávéházat, ami esténként pedig szalon funkciókkal fog működni. Itt nagyon komoly, mind hangban, mind látványban nagyon komoly felszereltséget kapsz. Mennyire van ez elszeparálva magától a zsinagógától, tehát hogy ne bármikor csellengjenek a zsinagógába? A bármikor csellengése nem nagyon tud sor kerülni, mert ugye napközben mi a turisztikai igényeket kell, hogy kiszolgáljuk, tehát egy nagyon szoros nyitvatartási időnk lesz és a turisták órákban számára. Az esti órákban pedig ugye ez egy nagyon komoly beléptető rendszeren keresztül fog a zsinagóga térben belépni maga a látogató, ahonnan pedig két irányban mehet tovább, az egyik a szalontér, a másik pedig a zsinagóga. Nyilvánvalóan, hogyha szalon rendezvény van, akkor a zsinagóga térben nem tudnak a nézők lemenni, de, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy szeretném nektek jelezni, hogy soha nem lesz elzárva magától a zsinagóga látványától, mert hogy a kávéházban három gyönyörű panoráma ablak nyílik a zsinagóga térre. Ugyanakkor egyre több ifjúsági szervezet, civil szervezet alakul hazánkban is. Ezek a szervezetek általában helyhiányban szenvednek. Úgy döntött a Mazsihisz, mint ernyő szervezet, hogy otthont ad a Rombak utcában pár szervezetnek. Mi szerint válogatták ki őket, és mit tudnak ott tenni, vagy ez csak egy irodájuk lesz nekik? Nem teljesen egy pár szervezet, mert azért itt egy 14-16 civil szervezetet magába foglaló inkubátorházról beszélünk, ugye, ami a joint szárnyai alatt működő hubot jelenti. Ezek a szervezetek kapnak irodahelyiséget a negyedik emeleten, ami egy nagyon komoly tér, hiszen egy közel 200 négyzetméteres irodatérről beszélünk. És természetesen lehetőségük van arra, hogy a ház további lehetőségeit használják megfelelő megállapodás alapján.
Tehát itt a ház egy nagyon komoly plusz lesz ezeknek a szervezeteknek a saját tevékenységük végzésében. Ezek a szervezetek Magyarországon regisztrált civil szervezetek, és akkor, amikor ön a Jointról beszél, tehát nem külföldről különböző szervezetek által, hanem hazai pénzből és a zsidó szervezeteken keresztül működnek. Ez egy, ugye a HUB szervezet ez önmagában azt a segítséget nyújtja a civil szervezeteknek, hogy egyrészt maga a szervezeti működéshez szükséges oktatást biztosítja, illetve egy fundraising, tehát forrásteremtő lehetőséget is biztosít számukra, amin keresztül például a szervezetek tudnak külföldön is pályázni, tehát ez nem igaz, hogy csak Magyarországon, de nagyon sok szervezet kizárólag magyar erőforrásból dolgozik. Csak egy pár példát említsünk meg, mert azért ez nem titok, hogy ugye a HUB körébe tartozik a Magyarországon nagyon komoly informális oktatási tevékenységet folytató Centrópa haver alapítvány, vagy például a Gólem Színház, vagy a rendkívül régmúlta rendelkező Mazsike, tehát egy nagyon-nagyon komoly szakmai szervezetekről beszélünk, akiknek azért már itt Magyarországon a nevük ismert. Értem. Csak szeretném felhívni a figyelmét annélkül, hogy lelkébe túrnák a nem igaz szó, ebben a stúdióban nem használatos, esetleg a nem valóst szoktuk használni. Abból a szempontból mondtam, hogy nem ki, tehát hogy az nem igaz, hogy csak nem, magyar erőforrásból. Ha mi érzékenyek vagyunk, akkor az érzékenységet kiterjesztük. Milyen egy gimnázium igazgató helyettesnek nem diákokkal foglalkozni, hanem turistákkal, takarító személyzettel, rendezvényszervezéssel, valami másnak készült eredetileg? Másnak készültem, ez így van. Hozzáteszem, hogy a befektetett erő szempontjából nagyon nagy különbség nincsen, hiszen ugyanúgy emberekkel kell bánni, és ugyanúgy emberekkel kell foglalkozni. Tehát ez a része tulajdonképpen csak így sublimálódott, és egy más helyen tért vissza. De hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem hiányzik a fiatalság, azért ez egy nagyon-nagyon nagy hiány. Amikor bemutattam önt, akkor már megszokásból azt is elfelejtettem elmondani, hogy ön a Mazsi Hisz egyik alelnöke is. Voltam. Volt. Mi történt? Hát amikor a Rumbach vezetését én elvállaltam, az egy összeférhetetlenséget jelentett az én társadalmi pozíciómmal, és akkor az alelnökségemről nekem le kellett mondani. Na de amikor egy nő végre már eljut odáig, hogy egy vallási ernyő szervezetnek az alelnöke legyen, akkor ilyen kompromisszókat kell... Ez egy alapszabályi előírás, tehát itt nem volt más választási lehetőségem. Én mérhetetlenül büszke voltam arra a munkára, amit én alelnökként Heizel András mellett végezhettem. Ezt nagyon-nagyon komolyan mondom, sőt, hát ennek a munkának köszönhettem azt, hogy én a Rumbachal egyáltalán kapcsolatba kerültem. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és értékes része az életemnek. Itt nem egy új épületről, egy befogadó zsinagógáról van szó, hanem egy nagyon múlt, nagyon nagy múltú történelmi emlékhelyről, hogyha ezek a falak beszélni tudnának, akkor ott nagyon kemény dolgokat hallanánk. Mennyiben lesz, hisz ha már Bama van, akkor elképzelhető, hogy azon a Bamán egy tóra is lesz, és tórát is fognak olvasni. Ez egy új körzete lesz a Mazsi Hisznek, vagy mi lesz ez? Ezen nagyon-nagyon sokáig gondolkodott maga a hitközség, és én itt nagyon-nagyon szeretném kiemelni azt a szakmai munkát, ami a magyar, illetve a Zsidó Múzeum részéről ebbe a házba beköltözött, ugyanis itt olyan emlékeket kell védenünk, és ez egy nagyon fontos része valóban ennek a háznak, ami például hazugság lenne, hogyha mi most új körzetet csinálnánk ebből a zsinagógából. És egyszerűen azért, mert ez egy valaha valóban a neológia keretein belül működő zsinagóga volt, viszont egy nagyon speciális közösség, egy unikális speciális közösség, akik magukat mindig elhatárolták
az úgymond neológia liberális szárnyától, és elhatárolták magukat az ortodoxiától is. Nő, tehát már a zsidóság és a neológia is liberális és nem liberális. Bizony, ez egy nagyon komoly vita volt az 1800-as években. Vannak-e még utódok, akik valaha, én ebben a zsinagógában Bátlen voltam, azaz amikor főiskolai, majdnem azt mondtam, hogy egyetemi, akkor ez még csak főiskolai hallgató voltam, akkor reggelenként ide jártam kiegészíteni a minnyent. Tehát vannak ma még élők, akik rendszeresen ide jártak imádkozni, akik a közösség tagjai voltak? Sajnos az egykori közösség vezetői már nincsenek közöttünk. Ez egy nagyon, nem csak vezetője, nem igen, tagja de ez egy nagyon vannak. Fontos dolog, hogy akik azt a szellemiséget és azt a mondjuk úgy, hogy folytonosságot képviselnék, ami a zsinagóga megnyitásától egészen Fischer Benjaminig ezt jellemezte, ezt a zsinagógát, ők sajnos már nincsenek. Ők kimondatlanul is tulajdonképpen egy ilyen középutasok igen. voltak, ugyan sehol nem volt kiírva, hogy ők egy anteközösség. Nem is voltak azok. De ugyanakkor fizikailag a vonalvezetésük az volt. Nagyon hasonlított hozzá, sőt, hát a leghíresebb, egyik leghíresebb rabbi, mert hát nagyon komoly tudós rabbikat mondhatott magáinak ez a zsinagoga, Adler Illés maga egy vidéki status quo anteközösségből érkezett ide. Tehát valóban van kötődés és összefonódás a zsinagóga és az ante közösség között, de maga a zsinagóga soha nem volt. És ha jól tudom, akkor az utolsó elnök Goiten úr volt, ami nagyon érdekes volt, hisz ő egy szövetkezet elnöke volt akkor, amikor a pártállami időkben ott még imádkoztak. Mennyire hiányoznak a diákok és a volt diákjai, jönnek-e meglátogatni a tanárnőt? Kapok róluk hírt, most is az érettségizők között még volt olyan, akinek magyar tanára lehettem, és ez egy nagyon jó dolog, amikor az ember visszajelzést kap arról, hogy mi lett velük, és merre mennek, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Meglátogatni még a zsinagógába azért nem tudnak, mert senki nem jöhet még be látogatóként, de remélem, hogy fognak visszaköszönni még a zsinagóga falain belül a régi diákok is. Ennek az épületnek van egy másik küldetése is, hogyha jól értettem, ez lesz a megbékélés háza? Együttélés háza. Ezzel a munkacímmel fut a támogatási szerződésen is a maga a zsinagóga. Ez arra a tartalmi részre vonatkozik, ami a múzeumi tartalomban kell, hogy kifejeződjön. Tehát egy olyan kiállítást fog az ide érkező megtekinteni, ami a Policer család történetén keresztül, ami ezt a bizonyos, nem szeretjük, de muszáj így megfogalmazni, a zsidó és nem zsidó együttélésnek az árnyalatait mutatja meg ebben a kerületben. És visszamegyünk egész a kiegyezésig? Nem, még tovább megyünk vissza, egészen 1740-ig. Amikor ez a beszélgetés eljut a nézőkhöz és a hallgatókhoz, addig az európai Bönébrit Magyarországról folytat Zoomon keresztül egy nagyon érdekes konferenciát, ahol két fiatal hölgy fogja képviselni a magyar zsidóságot, Vadász Magda alelnök asszony fogja üdvözölni a Zoomon résztvevőket, amire több százan jelentkeztek idáig, és én szerénységem, mint a Magyarországi Bönébrit Páholyának az elnöke fogom elmondani a zárószót. És természetesen a célunk az, hogy elmondjuk a világnak, hogy a magyar zsidóság minden nehézség ellenére a fénykorát éli, íme a bizonyíték, hogy a Rumbach utcai zsinagóga is végre visszakerül a hitközséghez, újból látogatható lesz, és érdemi munkát fog végezni. Ez nagyon-nagyon sok erőt és egészséget kívánok önnek. Köszönöm a kollégáim nevében is. És engedje meg, hogy minek után a Kossuth Rádió Haljadízzelben is ön meg fog szólalni, és az viszont pénteken délután 13:30-kor fog elhangzni, úgyhogy úgy búcsúzzak előtte, hogy Shabbat Shalom, Good Shabbos. Good Shabbos, köszönöm szépen. A
Mazsihisz turisztikaügyi vezetője, és ugyanakkor a 14. kerületi Tököli utcában, Tököli úton található zsinagóga Rasekolja vezetője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért van itt nálunk, hogy beszéljünk a zsidó turizmusról, a Dohány utcáról, illetve arról beszéljünk, hogy a BZH, a Budapesti Zsidó Hitközség a Mazsihisszel együtt úgy döntött, hogy a hét elejétől augusztus 10-ig szünetelteti a zsinagógák, a múzeumok láthatóságát. Az amerikai útraházban is látogatási szünet van egy hétig, és nagyon szigorúan betartatják a pandémiának a védekezését, tehát a maszkot, és egyáltalán mennyire fogja ez gátolni a turizmusnak a lendületbehozását? A turizmus lendbehozása, lendületbehozása a pandémia utára tehető majd. Amíg a pandémia tart, amíg nincs megfelelő vakcina, addig számottevő turizmus sem Magyarországon, sem máshol nem lesz. Ezzel azt akarja mondani, hogy lehet, hogy a múzeumok világszerte, meg Magyarországon is kinyitnak, de például a Dohány utca mellett lévő magántulajdonban lévő zsidó múzeum, azaz hitközségi tulajdonban lévő múzeum, illetve nagyobb zsinagógák turisztikai célú látogatására nem is kerül majd sor. Miután a fenntartásnak, üzemeltetésnek komoly költségei vannak, viszont a bevételeinket, a turizmus bevételei határozzák meg, és nem csak a turisztikai tevékenységre vonatkozhatom ezt, hanem a teljes hitéletre, fenntartásra, üzemelésre. Így aztán nagyon meg kell fontolnunk, hogy, és meg kell számoljuk közgazdaságilag, hogy mikor leszünk képesek kinyitni ezeket az intézményeket. Ön korábbi életében mindig a turizmusban dolgozott, és végigjárta a szamár létre minden fokát, a turizmusban a legmagasabb fokra is eljut. Az egyházakkal nagyon jó kapcsolatot tart fönn. Ugyanez a helyzet a Bazilika, Mátyás templom és a többi igencsak látogatott helyszínnel kapcsolatban is? A Bazilika és a Mátyás templom a turisták számára kinyitott, de nincs turista. Na most ez egy alapvetés, hogy turizmus turista nélkül nem létezik. Úgyhogy ők a sokkal nagyobb, sok nullával, nagyobb nagyságban, nagyobb költségvetésükből megfinanszírozzák a turisztikai üzemelést, annak ellenére, hogy kőkeményen veszteségesek. Értem. Akkor most cseréljünk egy kalapot, és ott vagyunk a frissen, még újra avatás előtt álló, ugyan volt egy avatás, egy ilyen nagyon házi avatás, amikor is a Tűzkár után a zuglói zsinagógát új fényében, új csillagos, neon csillagosan újra avatták, nem sokat lehettek benne. Mi a helyzet? Visszatérni a Zoomra? Először is az nem egy avatás volt, az egy olyan fajta ünnepség volt, hogy megünnepeltük azt, hogy 3 év után először tértünk vissza a zsinagógánkba, és először letett igazi hitéletet élébet. Az ünnepélyes megnyitóra minden bizonyra reméljük, hogy a járvány nem fogja ezt megakadályozni. Szeptember 2-án kerül sor, ez egy protokoll megnyitó lesz. Tehát még az ünnepek előtt. Még az ünnepek, nagy ünnepek előtt, illetve a szakrális megnyitó átadás a szeptember 9-én lesz. Úgyhogy erre készülünk most, és jelenleg ebben a két hétben valóban szüneteltetni vagyunk kénytelenek a hitéletet is bent a zsinagógában, mert a járványhelyzet fokozódása miatt ezt rendelte el a krízismenedzsment, és mi ezt betartjuk tisztelettel. Önnek van egy rabbija, aki rabbi, főkántor, főszerkesztő, és van egy közös alapjuk is, hisz valamikor ő is dolgozott a turizmusban, idegenvezető volt. Hogy jönnek ki egymással, hisz két külön világ, ő egy ortodox családból jött? Én is. Én is egy ortodox családból jövök, ugye ebből azt mondom, nagyon jól kövünk. Egyforma a gondolkodásunk, ami a szakrális területet illeti,
Természetesen más korosztály vagyunk, de én őt az idegenforgalomból ismerem. Először ott ismertem meg, idegenvezetőként, ő is lengyelekkel dolgozott, annak én is lengyelekkel dolgoztam. Együtt tolmácsoltunk is nagyon sokszor egy helyen, még ha nem is pont egy időben. Tehát én abból az időből ismerem a Führerbüro-t. Tisztelem őt, szeretem őt, és amit rendkívül gondon értékelek benne a Csán kívül, fantasztikus humora van. Egy olyan szarkasztikus humora van, ami nagyon kevés ember. Nézőink is nagyon jól ismerik, hisz több műsorunknak a tagja. Mégis a zsinagóga látogatói azok nem a 20 évesekből kerülnek ki. Ez igaz. Hogy fognak visszaszokni a zsinagógára? Nagyon vágynak arra, hogy jöhessenek. Jelenlegi helyzetben korlátozott a fogadóképessége az épületnek, hiszen nagyon szigorúan betartjuk a szabályokat, a 2,5 méteres távolságot. De hát most 2,5 méteres távolságot sem fognak az elkövetkező két hétben betartani. De amikor lehet járni, ugye június 5-e óta újra járunk a zsinagógába, és éljük a hitéletünket. Már mondhatjuk, hogy jártunk. Hát jártunk, igen. Reméljük, hogy fogunk is majd augusztusban, már 10-e után. Tehát, de így korlátozott a látogatottság, nagy az igény, jöjjenek. Sajnos a mi zsinagógánk az egyik legmagasabb átlag életkorú kile az összes közül. Nagyon sok a 70-80 feletti holokauszt túlélő emberek, akik hál' Istennek jó egészségnek örvendenek, de nagyon kell vigyázni az egészségükre. Ezért nálunk fokozottan figyelembe kell vennünk a szabályokat, nehogy véletlenül megfertőződjenek. És van még egy pici időnk, ugorjunk vissza a szakmájához. Mennyire optimista ön abban, mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk megvan a vakcina és újrainduljon a turizmus, hisz a turisták jönnek, de mostanában mindenhol probléma van. Én azt gondolom, hogy a vakcina megszületése és világviszonylatban van használata után nagyon gyorsan helyre fog állni a turizmus. Az igény megvan az emberekben az utazásra, egy hiányérzetük is lesz, egy elvonási tünetekkel le fognak bírni a turisták, és jönni, menni, utazni akarnak. Abban a pillanatban, hogy a félelem megszűnik, az óvatosságra nem lesz annyira szükség, mint mostanában, akkor teljes egészében be fog indulni a turizmus. Először a hazai turizmus, aztán a környező országok turizmusa, majd a kontinens turizmusa. Igen, ám csak, hogy ez egy ipar. A turizmus az repülőkből, idegenvezetőkből, szállodaiportásokból, takarítókból, pincérekből, sorolhatnám tovább, még mi mindenből áll. Mi lesz azokkal, például az idegenvezetőkkel, akik önnél dolgoznak, és időközben ők nem várhatják a messiást, mert el kell tartják a családjukat. El kell tartják a családjukat, de világéletükben idegenvezetősbe éltek, most ideiglenesen próbálnak különböző alternatív megoldásokhoz fordulni, folyamodni, hogy megéljenek, de abban a pillanatban, hogy kinyitnak a kapuk, ők örömmel fognak visszajönni, és örömmel fogják a turistákat kísérni, és abból megélni, ami az igazán értenek. Meg lesz a vakcina, mi újat tudnak, készülnek-e valami újjal, vannak-e elképzelései, hogy valami újat adjanak azoknak, akik már voltak. Mennyire sikerült majd, hogyha ez a két hét is elmúlik, a hazai turizmust becsődíteni? A belföldi turizmussal vannak problémáink abból a szempontból, hogy hiába adunk fergetegesen nagy kedvezményeket a belföldi hazai turistáknak, nem nagyon látogatják, nem nagyon kíváncsiak a mi általunk kínált szolgáltatásokra, tehát azt mondom, hogy az összes látogatónak alig 1-2%-a hazai állampolgár, bármennyire is próbálunk mindenféle akciókat teremteni számukra. Tehát a mi megoldásunk nem a belföldi turizmus, hanem a nemzetközi turizmus, ami a vakcina után helyre fog állni. Most azt mondja el nekem, hogy hogy érzi magát, mint egy büszke magyar zsidó, aki izzig-vérig magyar, ezért a hazáért dobog a szíve, ezt a hazát szolgálta hosszú-hosszú szolgálati évei alatt. Jól érzi magát? Hát most egyébként nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen, de
Ebben a helyzetben, amikor a turizmus gyakran lefagyott, szinte nem látunk turistákat az utcákon, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fáj, és rendkívül módon vágyom már arra az időre, amikor végre ugyanúgy megtelnek az utcák, megtelnek a terek, a múzeumok, az éttermek, a szállodák, megtöltődnek turistákkal, és újra beindul a nemzetközi turisztika. Hát lehet, hogy az ön idegenvezetői valahogy kibírják, elvegetálnak, közben elmennek valahova, árufeltöltőnek, de vajon a szálloda tulajdonosok, az utazási iroda tulajdonosok túlélik ezt az időt? Sokan nem fogják túlélni, sokan nem fogják bírni tartalékokkal, ők tönkre fognak menni. Ez sajnos belejárója lesz ennek a folyamatnak, de amint újraindul a turizmus, újra fog éledni. Az igények kielégítésére meg fog teremtődni a kínálat. Milyen esély van arra, és utolsó kérdésem mára, hogy a Soresim a visszalátogatás a magyar emlékhelyekre, a csodarabbik sírjaihoz, a Dó Múzeumba, a zsinagógákhoz, mennyire életképes árucikk ez? Életképes abból a szempont, hogy igény van rá, ami nehezebb megfogalmazható, hogy hogyan lehet olyan kínálatot biztosítani, amiért az a réte, aki erre kíváncsi, az hajlandó is legyen a pénzét erre fordítani, kiadni. Az elmúlt percekben dr. Róna Ivánt, a Mazsihisz turizmusért felelős igazgatóját hallottuk, aki nem csak igazgató, Tököli úti zuglói zsinagóga előjárója, és köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és Shabbat Shalom. Én köszönöm, kívánok Shabbat Shalom.